zajlik a munka ebben a szekszárdi fodrászszalonban. A március 8-ai bezárás után az itt dolgozó szakember most nyithatott ki először. A hétre már el is fogytak a szabad időpontjai. Rengetegen jelentkeztek be, hogy végre levágathassák a hajukat. Azonnal felhívtam a fodrászomat, hogy ma kapok-e időpontot. Schneider Nóra, a fodrászat tulajdonosa azt mondja, az elmúlt egy hónapban is sokan keresték, de ő betartotta a szabályokat, nem fogadott vendéget. A szerdán hatályba lépett új szabályok értelmében behatárolt, mennyi vendég tartózkodhat a helységben egyszerre, ezért még nem fogad annyi ügyfelet, mint korábban. Azt mondja, ezt is, miként a korábbi zárást is megérti. Koronavírus járvány idején az egészség az első. A vállalkozói lét egyik alapeleme pedig a bizonytalanság, így ő mindenre fel van készülve. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert saját üzletem van, nem kell bérleti díjat fizetni. Viszont a számlák ugyanúgy jönnek, egy általányt, egy víz, villany általányt ugyanúgy kell fizetni. Én azt gondolom, hogy egy vállalkozónak valamennyi tartalékának kell lenni, mert ilyesmi, ha nem is ilyesmire, de kell egy kicsit számítani. Például, ha valaki elmegy nyáron egy hónapra nyaralni, mert van, aki ezt megteszi, az is ugyanígy előre kell tartalékolnia. Az utolsó simításokat végzik a vendégtér kialakításán ebben a szekszárdi bútorboltban. Ők is szerdán nyithattak ki újra. Az üzlet tulajdonosa azt mondja, márciusban, amikor be kellett zárniuk, kikapcsoltatták a fűtést, az alkalmazottaikat viszont megtartották, ezért nagyon várták már, hogy újra dolgozhassanak. Minimális árubeérkezés volt a korábbi rendelésekből, azokat kiszolgáltuk, de hát ez forgalomba 70-80%-os visszaesést jelentett. Kedden nem sokkal délután 17:30 előtt derült ki, hogy szerdától újra kinyithatnak a szolgáltatók és a korábban bezárt üzletek. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Facebookon. Azt mondta, mivel már több mint 2,5 millió magyar oltottak be, megkezdődhet a fokozatos nyitás. Egy hónap alatt 2,5-szeresére növeltük a beoltottak számát, ezért holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások. A szolgáltatók mellett egyébként nyitva lehetnek az olyan üzletek is, ahol nem élelmiszert vagy mindennapi élethez szükséges cikkeket árulnak. Általánosan minden boltra új szabályok vonatkoznak. Így ezek a helyiségek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva, valamint 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló tartózkodhat. Ezzel az időkorláttal a kijárási tilalom ideje is változik, az este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra. A fokozatos nyitásból azonban a vendéglátó üzletek és szállodák most kimaradtak. Szerintem nagyon jó döntés. Nézze meg, hogy nézünk ki. Katasztrofális, nem? Úgyhogy én szerintem ki kéne nyitni. Nézze, ha valaki megkapja, úgyis megkapja. Akár a buszon, akár elmegy vásárolni, megfogja. Nem így van? De próbálunk vigyázni. A kormányzati tájékoztatás szerint az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra a pedagógusok oltását követően.